sétánk legújabb állomása itt Ferencvárosban a Csarnoktér, és én most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik egykori történelmi személyiségünkhöz fűződik itt valamelyik épület biztosan. Horváth Mihályról van szó, a kiváló történészről, politikusról, egykori csanádi püspökről, aki itt a Pipa utca és Csarnoktér sarkán álló csodálatos épületben lakott. Akkor meséld el, légy szíves, hogy hogyan vált Horváth Mihály a magyar történetírás kiváló alakjává. Ő 1802-ben született Szentesen, egy 17 gyermekes orvos családban, ami hát persze azt is jelenti, hogy olyan nagyon-nagyon gazdagok nem lehettek. Minden esetre a papi pályát választotta az édesapja a fiatal Mihálynak. Szegeden hallgatott teológiát, és 1831-ben szentelték aztán pappá, de a történelem már kora gyermekkora óta nagyon érdekelte, és aztán amikor már aktív, praktizáló plébános volt, tehát közösségével foglalkozott, ezzel együtt minden idejét, minden szabad idejét a történelem kutatásával töltötte, és már 1839-től a Magyar Tudományos Akadémia elismerte az ő tevékenységét, különböző értekezéseit háromszor is kitüntető oklevéllel, illetve díjjal értékelték. 1841-ben az akadémia levelező tagjává választották, 1844-ben pedig rendes tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. És hát persze a papi pályafutása is, vagy egyházi pályafutása is töretlenül ment előre, hogy így fogalmazzak. 1848. júliusában nevezték ki őt csanádi püspökké, de ekkor történt az, hogy a történelem végzetesen, végletesen közbeszólt, mert a magyar szabadságharc ügyét teljes mellszélességgel képviselni akarta, és abban tevékenyen részt is akart venni. Olyannyira, hogy aztán az 1849-es trónfosztást, tehát a debreceni országgyűlés által kimondott trónfosztást követő Szemere kormányban, tehát Szemere Bertalan vezette kabinetben, ő a vallás és közoktatás ügy miniszteri posztját is betöltötte, és aztán neki is menekülnie kellett, mint annyi más harcostársának. Távollétében őt halálra ítélték és kivégezték, ami azt jelenti, hogy természetesen nem fizikai értelemben végezték ki, hanem egy ilyen jelképes szertartás, vagy jelképes akció keretében felakasztották, de hát ő a tevékenységét, a történészi tevékenységét nem hagyta abba, sőt, talán inkább azt lehet mondani, hogy ekkor kezdett igazán komolyan foglalkozni a magyar történelemmel, miközben Brüsszelben, vagy Párizsban, vagy Londonban tartózkodott emigrációban, nagyon-nagyon sok levéltári kutatást folytatott, és számos igen alapvető történeti munkát jelentetett meg külföldön, ami aztán el is jutott Magyarországra, ilyen vagy olyan módon. Az egyik legismertebb munkája a magyar nép története, amely a 19. század közepének az első olyan munkája, ami a kezdetektől az ő korabeli napjainkig, vagy napjaig vizsgálta a magyar nép történelmét. Azon kívül, hogy távollétében halálra ítélték, a katolikus egyház megfosztotta püspöki címétől, kitiltotta a papi pályáról, amit ő azt hiszem, hogy nem vett túlzottan zokon, mert nagyon radikális nézeteket vallott ő, tulajdonképpen katolikus papként is. Például már a szabadságharc idején a papi nőtlenség ellen emelte fel a szabát, aztán később az 1860-as, 70-es években már a nők egyenjogúságának a kérdését is pedzegette, sőt Párizsban egy szabadkőműves páholyba is belépett, tehát ő tulajdonképpen világi emberként működött történészként már az emigrációban. És nagyon érdekes, hogy amikor 1867-ben a kiegyezést követően őt hazahívták, és nagy boldogan, nagy örömmel tért haza, akkor ezért a 48-as, 49-es tevékenységért természetesen számos harcostársához hasonlóan már
atrocitás nem érte, és amikor meghalt, akkor az őt méltató újságcikkek, folyóiratcikkek egyházi személyiségként búcsúztak el tőle. Tehát tulajdonképpen, mintha vissza is kapta volna ezt a bizonyos elvont vagy megvont püspöki címet. Hogyan került Ferencvárosba, és mit gondolsz, miért költözött pont ide? Amikor letelepedett Pesten, akkor egy olyan házhelyet keresett magának, ami közel van a belvároshoz, az akadémiához, mert hiszen ebben az időben ő nagyon sok időt töltött az akadémián, nagyon sok időt töltött a történelmi társulatban, történészként tevékenykedett, és ez a hely, ez közel is volt a belvároshoz, ugyanakkor pedig azt a nagyon dinamikusan fejlődő területet is tekintetbe lehetett venni, innen meg lehetett nézni, amely akkor kezdett igazából virágozni, és hát bizony ez a Ferencváros volt. És ilyen vagyonos ember volt ő? Elsősorban a történészi munkássága volt az anyagi háttér. Ő akkor már egy nagyon ismert, olvasott és sokat publikált történész volt, és tudott annyit félretenni, hogy így mondjam, amiből ezt az épületet, ezt a házat meg tudta építetni. Hát amint a ház mutatja, és a szépsége is mutatja, volt elég anyagi fedezete ahhoz, hogy a kor egyik neves építészét, Kallina Moort kérje fel az épület megtervezésére, aki figyelembe vette azt, hogy Horváth Mihály egy történész, és ezért aztán az épületnek a stílus jegyei, azok hát tulajdonképpen a historizmust érzékeltetik, illetve annak a jegyeit viseli magán az épület, a neoreneszánsz stílus elsősorban, és hát gyönyörű ez a sarok rész. Az első emeleten volt az ő háza, az az erkély volt tulajdonképpen, ahonnan kinézhetett és a Dunai panorámát csodálhatta. Csak ismételni tudom magam, akkor még nem állt a vásárcsarnok, tehát a Gellért hegyet is egész szépen meg tudta nézni, és hát persze a ferencvárosi partvonalat is végig vizsgálhatta, és valószínűleg gyakran tette is. Az élet furcsa fintora, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, szóval nem volt annyira vidám a vége a dolognak ebből a szempontból, mert 1875-ben költözött ebbe a házba, és 3 évet tudott csak itt eltölteni. Egyre inkább hatalmába kerítette a betegség, és 1878. augusztus 19-én Karlsbadban elhunyt, éppen gyógykezeltette magát, de vele együtt sajnos elhunyt. A tetemét onnan hozták ide a Pipa utcai épületbe, itt felravatalozták, és több ezres tömeg kíséretében vitték ki aztán a Kerepesi úti temetőbe. Ez, hogy így mondtad, hogy tényleg egy több ezres tömeg kísérte előtt utolsó útjára, akkor tényleg nagyon nagy szeretettel fordulhattak hozzá, és tényleg nagyon, nagyon szerethető ember volt. Biztos, hogy így volt, és a korabeli sajtó, amikor meghalt, ilyen visszhangokat is eljuttatott az olvasók közönségnek. Mindenki csak a megbecsülés legmagasabb fokán írt róla. Kár, hogy kevesen tudják, hogy ki élt itt 135 évvel ezelőtt. Így van, pontosan.